Kedves nyolcadikos diákok, záróvizsgára készülő diákok, szeretettel köszöntelek titeket a mai magyar órán. Itt a Telesuliban György Veres Imola vagyok, és a mai napon újra nyelvi ismereteket fogunk rendszerezni. Méghozzá az egyszerű mondat felépítésével és elemzésével fogunk foglalkozni. Ugye az elmúlt órákon már kaptatok néhány információt, néhány segítséget a nyelvi ismereteitek rendszerezéséhez. Az elmúlt alkalommal éppen a szófajokról volt szó, és azt is megtudhattátok, illetve átismételhettétek, hogy minden szónak van valamilyen fajtája, minden szó tartozik valahová. És az, hogy hová tartozik, az bizonyos szempontok szerint történik, ugye kategóriákba soroljuk, és a csoportosítás szempontjai között ott találjuk azt, hogy mit jelent a szó, milyen szerepet tölt be a mondatban, illetve hogy milyen az alaki viselkedése, vagyis kaphat-e toldalékot, és ha igen, akkor miért. Na most ezek közül, a szempontok közül minket ma a mondatbeli szerep fog különösebben érdekelni. Lássunk mindjárt egy példát. Ugye van itt egy mondatom, Timi szép virágot szedett a réten. Látjuk, hogy mindegyik szónak, itt látjuk a szófai besorolását. Timi főnév, szép melléknév. A virágot főnév, szedett ige, a réten főnév. Tehát ezek a szavak, ha egyébként tenném akármilyen sorrendbe véletlenszerűen, úgyis ugyanolyan szófajúak lennének, mint amit megbeszéltünk a múlt órán. Tehát a virág az itt is főnév, a Timi az itt is főnév, ugye a szép az melléknév, szed az ige, és a réta szintén főnév, de hogyha így tennénk véletlenszerűen sorrendbe a szavakat, hogy virág, Timi, szép, szed, rét, semmi értelme nem volna a mondatunknak. Ezért fontos az, hogy a szavak egy önálló, tehát egy külön szerepet vegyenek fel a mondatban. Ugye, tehát hogyha bizonyos sorrend szerint tesszük a mondatunkat, a szavainkat, tehát ha bizonyos sorrendbe állítjuk a szavainkat egy mondatban, és olyan toldalékokat ragasztunk hozzá, amelyek segítenek nekünk a nyelvtani viszony megteremtésében, akkor rögtön érthető lesz ez a teljes mondat. Most ahhoz, hogy érthető legyen, ugye a mondatbeli szerepek segítenek minket, ugye a Timi ebben az esetben alany. Tehát mit kérdezünk először? Azt kérdezzük, hogy mit állítunk a mondatban? Szedett állítmány. Ki szedett? Timi, ő az alanya a cselekvésnek. Ugye mit szedett? Virágot szedett, ő egy tárgy. Milyen virágot? Szép virágot, minőségjelző, és hol szedett? A réten helyhatározó. Ugye, tehát itt látjuk, hogy ez pont egy olyan mondat, amelyben a mondat fő részei, illetve bővítményei szerepelnek, tehát mindegyik mondat részre találtunk egy példát. Ugye tudjuk azt, hogy a mondat fő része az alany és az állítmány. Tehát főként az állítmány, ugye, mert ő hordozza a közlésnek az alapvető információját. Illetve az alany, mert hogy a közlés az alannyal együtt, tehát az alany végzi a cselekvést, az alanyról állítunk valamit, ugye? Tehát a mondat fő részei az alany és az állítmány, illetve hogyha még ki szeretnénk egészíteni bármilyen más információval a mondatunkat, akkor használhatjuk a bővítményeket, a tárgyat, a határozót, a jelzőt, amelyből bárhány szerepelhet egy mondatban, illetve hogy nem feltétlenül csak egy-egy, hanem több bővítménye is lehet egy mondatnak. Na most, tehát van egy alany, egy állítmány, amely a közlés alapvető információt tartalmazza, illetve három bővítmény tárgyhatározó jelző. Most pedig vegyük sorra egy kicsit. Az alany és az állítmány ugye a mondatnak a fő logikai jelentéstani és nyelvtani alkotóeleme, ezeket számban és személyben mindig egyeztetjük. Az egyeztetés lehet értelmi vagy alaki. Az értelmi egyeztetésnél az állítmányt a jelentéshez igazítjuk, például itt a mondatomban azt írja, hogy az Egyesült Államok is részt vesz a világbajnokságon. Tehát onnan tudjuk, hogy itt az igénknek egyes számban kell szerepelni, hogy azt is tudjuk, hogy az Egyesült Államok ebben az esetben egy egységként viselkedik, működik. Tehát értelmileg egyeztettük az állítmányunkat. Az alaki egyeztetés, ugye ebben a mondatban a gyerekek tanulnak, úgy működik, hogy ugyanazt a toldalékot kapja, illetve nem ugyanazt a toldalékot, hanem
ugyanolyan toldalékot, ami azt az értelmet fejezi ki, mint az állítmány. Tehát a gyerekek is többes számban van, és a tanulnak is többes számban van. Na most mi a helyzet halmozott alanyok esetén, ugye? Halmozott alanyok esetén egy kicsit nehézség lehet az egyeztetés. Például, ha ezt mondom, hogy sok ceruza toll vonalzó van a tolltartomban, akkor ebben a mondatban hiába soroljuk fel az eszközöket, a sok számnév miatt mégis egyes számban állnak. Így az állítmány is. Itt az alanyok élettelenek, ezért alaki egyeztetést hajtunk végre, de ha azt a mondatot mondom, hogy Márk és Dávid elaludt, mondhatom azt is, hogy elaludtak, mivel hogy itt élő személyekről van szó. Ugye, hogyha élő személyekről van szó, akkor dönthetünk alaki vagy értelmi egyeztetés mellett is. Vegyük egy kicsit sorra. Az állítmány, ugye, az állítmánynak három fajtája van, amint itt látjuk, igei, névszói és névszói igei. A mondatban mindig úgy kérdezünk rá az állítmányra, hogy mit állítunk. Az igei állítmány azért igei állítmány egyértelműen, mert a szó, ami az állítmány szerepét tölti be, ige szófajával rendelkezik, tehát a Csongor sportol című mondatban a sportol egy ige, ezért ő igei állítmány. A névszói állítmánynál más a helyzet. Ugye a névszói állítmány valamilyen névszó segítségével jön létre, ugye itt ebben az esetben azt mondom, hogy Bernadett ügyes. Tehát az állítmányomat egy melléknévvel fejeztem ki. Tehát kérdésre, a mit állítok kérdésre, a válasz az, hogy ügyes. Az ilyen típusú állítmányokat nevezzük névszói állítmánynak, de itt lehetne mondjuk egy főnév is, akár ha azt mondanám, hogy Bernadett, egy lány. Viszont azt tudni kell, hogy a névszói állítmányok csak abban az esetben jönnek létre, hogyha a névszó, ugye, tehát hogyha a közlés az kijelentő módú jelen idejű egyes szám, illetve többes szám harmadik személyű. Hogyha megváltozik bármelyik ezek közül, a szempontok közül, akkor szükségünk lesz egy segédigére. Tehát, hogyha itt látjátok a névszói igei állítmány első példájánál, hogyha megváltoztatom a számot, tehát hogy a cselekvés ugye második a személyt, bocsánat, tehát második személyben jön létre, te ügyes vagy, akkor már szükségem van a vagy segédigére. Vagy ha az idejét változtatom meg, akkor Bernadett ügyes volt, tehát a segédigére megint szükségem van ahhoz, hogy kifejezzem a múlt időt. Bernadett ügyes lenne, itt a módot változtattam meg, tehát feltételes módba helyeztem az állításomat, és ezért megint szükségem volt egy segédigére, ami ahhoz járul hozzá, hogy a névszóval együtt ez a segédige névszói igei állítmányt alkosson. Tehát ez a nyelvnek egy sajátossága, hogy egyes szám harmadik személy kijelentő mód jelen időben nem használjuk ezt a segédigét, ellentétben más nyelvekkel, például az angollal, ahol mindig kimondjuk azt, hogy íz. Nézzük most pedig az alanyt. Ugye az alany kérdései a ki, mi, kik, mik végzik a cselekvést. Tehát itt látjátok, hogy három pontot kihagytam, mert hogy itt mindig az állítmánnyal együtt kérdezünk rá az alanyra. Tehát ha azt mondom, hogy Timi virágot szedett, akkor azt kérdem, mit állítunk? Szedett. Ki szedett? Tehát az állítmány nem hiányozhat a kérdésemből. Az alanynak is többféle fajtáját ismerjük, határozott, határozatlan és általános alany. Ugye a határozott az azt jelenti, hogy pontosan tudjuk, hogy kiről szól a cselekvés, tehát ki végzi a cselekvést, vagy kiről szól az állítás. Ugye ebben az esetben azt állítom, hogy a focimeccsek izgalmasak, tehát azt állítom, hogy izgalmasak, mik izgalmasak a focimeccsek, és tudom, hogy mi az, hogy focimeccs. A határozatlan alany esetén viszont nincs meghatározva pontosan, nem tudjuk, hogy pontosan kivégzi a cselekvést valaki. Ezt határozatlan névmással fejezzük ki. Az általános alany esetében pedig szintén a szófajhoz kapcsolódik a megnevezés, ugye általános névmással fejezzük ki az alanyt, tehát úgy újra csak nem tudjuk pontosan, hogy kivégzi a cselekvést, akárki, mindenki végezheti, ugye bármelyik tagra a közösségből vonatkozhat a cselekvés.
Nos, ide írtam ezt a mondatot is, hogy az alany alárendeltje az állítmánynak, mert nagyon sok bizonyíték szolgál erre, annak ellenére, hogy még az alany és az állítmány kapcsolata mai napig is vitatott a tudományban, ugye? Tehát, de azt tudjuk, hogy egy mondatból például az alany elhagyható, hogyha például azt mondom, hogy a kutya ugat, akkor maradhat annyi a mondatban, hogy ugat, mert tudni fogjuk, hogy olyat a kutyák szoktak csinálni, és mivel egyes számban van, tehát egy kutya fog ugatni. Viszont ha csak annyit mondok, hogy a kutya, és elhagyom az állítmányt, akkor már nem tiszta, hogy pontosan milyen állítást próbálok megfogalmazni. Tehát az alany elhagyható, az állítmány viszont nem. Illetve az is bizonyítékul szolgál erre, hogy alárendelt az alany, hogy az állítmányra rá tudunk kérdezni egy kérdéssel, ami az, hogy mit állítunk, viszont az alanyra csak úgy tudunk rákérdezni, hogyha az állítmányt alaptagként a kérdésbe belevonjuk. Tehát azt kérdem, hogy mit állítok. Tehát kiről állítom, ki, mi végzi a cselekvést. És van egy alaptagom, amivel együtt a kérdést felteszem. Ami még érdekes itt, az az, hogy léteznek alanytalan mondatok. Ugye az alanytalan mondatokból hiányzik az alany, vagy van olyan eset, hogy oda sem lehet tenni. Tehát havazik, esik, ugye mondhatom, hogy esik az eső, de ha nem mondom azt, hogy az eső, úgyis mindenki tudja, hogy az eső esik. Nézzük a tárgyat. Kérdése kit, mit, kiket, miket. Ugye, és annak függvényében, hogy a mondatban milyen szerepet tölt be, további kérdései is lehetnek, mindig úgy ismerjük fel, hogy a toldalék ott van a végén, a T, ugye, a T toldalék. Különböző szófajokkal fejezhetem ki a tárgyat, Tamás könyvet olvas, ebben az esetben a könyv az egy főnév. Szeret sportolni? Mit szeretsz sportolni? Ebben az esetben egy főnévi igenév a tárgyam. Sokat ettem. Mennyit ettem? Ugye itt már látjuk, hogy más a kérdése, de ott a T a végén, tehát számnével kifejezett tárggyal van dolgunk. Valakit vár, kit vár, valakit névmással fejeztem ki a tárgyat, úgyhogy többféle szófajjal is kifejezhető a tárgy, illetve érdekességképpen itt még megjegyezhető, hogy annak függvényében, hogy mire irányul a cselekvés, beszélhetünk iránytárgyról, illetve eredménytárgyról. Ugye a pizzát eszik mondatban, az evésnek az iránya a pizza, tehát az evésem a pizzára irányul, ezért iránytárgy, a pizzát süt mondatban pedig a sütésnek az eredménye lesz a pizza, tehát itt eredménytárgy. A határozók, ugye, a cselekvés valamilyen körülményét fejezik ki. Tehát a cselekvésnek számtalan körülménye lehet, ugye tudjuk, hogy rengeteg határozót ismerünk, itt alig fért be a táblázat ugye a képbe, mert annyiféle határozónk van, de amikor a kérdést feltesszük, akkor nagyon egyértelműen meg tudjuk állapítani, hogy mit fejez ki, milyen körülményt fejez ki az a határozó. Ugye létezik időhatározó, helyhatározó, módhatározó, állapothatározó, társhatározó, eszköz, ok, cél, részes, fok és mérték, számhatározó, eredethatározó, eredményhatározó és állandó határozó. Na most ezek közül, tehát mint már mondtam, nagyon egyértelmű, ha megtanuljátok a kérdéseket persze, illetve logikusan következtettek arra, hogy mi a kérdése a szónak, rögtön tudni fogjátok, hogy milyen határozó. Az egyetlen nehézséget ez az utolsó állandó határozó okozhatja, mert hogy neki egyértelműen nem tudjuk, mindegyik kérdés találhat rá. Itt inkább arról van szó, hogy vannak bizonyos melléknevek és igék, amelyek állandó toldalékot vonzanak. Tehát nem tehát a toldalékot vonzák, és ebben áll az állandóságuk, vagyis sosem mondhatom például azt, hogy felelős vagyok valakire. Mindig azt mondom, hogy felelős vagyok valakiért. És ez az ért toldalék a felelős melléknévnek az állandó vonzatához tartozik. Tehát ebben áll az állandósága, hogy a toldalékot vonzák. Jó, nézzük a jelzőt. Ugye a jelző a dolgoknak, személyeknek a minőségét, a mennyiségét
fejezi ki, vagy azt, hogy ez vagy az ki, kihez tartozik, tehát valakinek a birtokát. Ugye, és nézzük a példákat, ebből már ki is derül, hogy hányfajta jelzőt ismerünk. Elolvastam 3 izgalmas regényt. Ugye, milyen regényt olvastam el? Izgalmas regény, tehát ez a regény minőségére vonatkozik, ezért minőségjelző. Ha a regénynek a tulajdonsága hátravetül, tehát a szó mögé kerül, és egyfajta magyarázatként szolgál, vagy értelmezésként, akkor értelmező jelzőnek nevezzük. Ugye elolvastam a regényt, a rövidebbet. Milyen regényt? Melyik regényt? A rövidebbet? Tehát ez egy magyarázata, egy értelmezése a regény szónak, ezért értelmező jelző. Elolvastam 3 izgalmas regényt. Hány regényt? 3 izgalmas regényt. Ugye ez a mennyiségjelző, és Dániel könyvét kértem kölcsön. Kinek a könyvét? A Dánielét, tehát a Dániel birtokolja a könyvet, tehát ő a birtokos jelző. Na most nagyon fontos, ugye most már mindenféle ismeretet a külön-külön az egyes mondatrészekről felsoroltunk, de nagyon fontos tudni azt, hogy ezek a mondatrészek szószerkezeteket alkotnak a mondatokban. Tehát a szószerkezetek, más néven szintagmák, olyan szorosan összetartozást fejeznek ki a mondatban, amelyek egyértelműek és kiderülnek a kérdések alapján. Tehát nyelvtani logikai viszonyban egymás mellett álló szavak képeznek szószerkezetet. Nézzük meg a példát. Egy figyelmes és türelmes barát társasága megsokszorozza az utazás élményeit. Tehát mit állítunk? Megsokszorozza. Ez az állítmányom, ez volt az első mozzanatom. Mi sokszorozza meg? A társasága sokszorozza meg. Ez lesz egy alany állítmány predikatív szerkezet, ugye? Kinek a társasága? Barát társasága. Ugye a barát ebben a szószerkezetben egy birtokos jelző, tehát ez egy birtokos jelzős szerkezet lesz. Ebben a mondatban 6 szószerkezetet tudunk felismerni, és ezeknek is különböző fajtáit ismerjük, ugye. Az alany állítmány kapcsolatát, amit predikatív szerkezetnek is nevezünk, azt hozzárendelő szószerkezetnek nevezzük. Alárendelő szószerkezetek azok, amelyek között, tehát a tagok között a viszony nem egyenrangú. Egymástól függenek. Tehát van egy alaptag, és ennek egy alárendelt bővítmény. Lehet tárgyas, határozós, jelzős szószerkezet. A mellérendelő szószerkezetek azok azt jelentik, hogy egymás mellé kerül két vagy több azonos funkciójú mondatrész. Tehát egyenrangú halmozott mondatrészek, és a tagjai között pedig valamilyen logikai viszony van, amelyet a kötőszóról ismerünk fel, ugye. Szidi szeret vizet, kólát és szörpöt inni. Ebben a vizet, kólát és szörpöt, ez egy mellérendelő szószerkezet, az és kötőszó teremti meg, vagy mondja meg nekünk, hogy ez egy kapcsolatos mellérendelő szószerkezet. Most pedig, hogy a szószerkezeteket is tisztába tettük, nézzük meg, hogy hogyan elemezünk egy mondatot. Tehát az egyszerű mondat elemzése az szükségszerű a vizsgára, ugye? Először is, mint tudjátok, megállapítjuk, hogy melyik az állítmány. Mit állítunk? Feltesszük a kérdést, és amit állítunk, az lesz az állítmány. Megállapítjuk, hogy ki a cselekvés alanya, vagy kiről szól az állítás. A megfelelő kérdések segítségével pedig megnevezzük a mondatban szereplő többi szószerkezetet. Ugye ezeket aláhúzással is jelöljük, illetve föléje rövidítve odaírhatjuk a megnevezését. Majd elkészítjük az ágrajzot. Ugye azt is tudjuk, hogy a mondat elemzésekor az aláhúzásoknak is szabályszerűségei vannak, tehát az állítmányt mindig két vonallal, az alanyt egy vonallal, a jelzőt pontocskákkal, a tárgyat szaggatott vonallal, illetve a határozott hullámos vonallal húzzuk alá. Elhoztam néhány feladattípust, amely a vizsgán szerepelhet. Nézzük ezt az első mondatot. A szultán egykedvűen hallgatta Lestyák Mihály lendületes szónoklatát. Mit állítunk a mondatban? Azt, hogy hallgatta. Ki hallgatta? Hát, bár ott van, szépen virít egy tulajdonnév a mondatomban, mégsem ő lesz az alany, bármennyire is kísértget minket, hanem ha jobban megnézem, akkor ki hallgatta? A szultán. Tehát a szultán lesz az alany. Hogyan hallgatta? Egykedvűen, ahogyan ugye megtanultuk, hogy a határozó kérdése, tehát ez egy módhatározó lesz.
mit hallgatott? Szónoklatát, ez lesz a tárgyam, és a tárgyamnak lesz még két bővítménye, mert ha felteszem a kérdést, hogy milyen szónoklatát, lendületes szónoklatát, akkor ez minőségjelző lesz, illetve minőségjelzős szószerkezet, és kinek a szónoklatát, Lestyák Mihálynak a szónoklatát, ez pedig egy birtokos jelzős szószerkezet lesz. Így fog kinézni az aláhúzással ellátott mondatelemzésem, és ha föléje írom a megnevezéseket, akkor látjuk, hogy melyik az alany, a módhatározó, az igei állítmány, a birtokos jelző, minőségjelző és tárgy, most sorrendben mondtam. Ha pedig az ágrajzot is el akarom készíteni, akkor ugye így fog kinézni az ágrajzom, és annak ellenére, hogy azt mondtam, hogy az alany és az állítmány alárendelt viszonyban van, még így ábrázoljuk egy szinten az alanyt és az állítmányt. Módhatározó tárgy, és a tárgynak van két bővítménye. Megtörténhet, hogy a mondatomban felteszem a kérdést, hogy mit állítunk. Betértem, és kitért be? Hát én, de ez a mondatban nem szerepel. Tehát megtörténhet, hogy rejtett az alany. Ilyen esetben a mondat végére odaírjuk zárójelbe, illetve az ágrajzban is zárójelben tüntetjük fel az alanyt. Nézzük a mondat elemzését. Tehát este betértem egy vendéglőbe vacsorázni, mit állítunk? Betértem ki én, ugye a mondat végére szántam az ént, de nem fért be. Az este egy időhatározó, hová egy vendéglőbe tértem be, ez egy helyhatározós szószerkezet, illetve miért, mi célból tértem be, ez egy célhatározós szószerkezet. És látjuk az ágrajzot, hogy mindegyik bővítmény az állítmányhoz kapcsolódik, az állítmány alárendeltje, és az alany pedig rejtett. Egy harmadik feladat típus pedig az, amikor azt kéri tőletek a feladat, hogy egy szót különböző mondatbeli szerepekbe helyezzetek bele, tehát alkossatok úgy mondatokat, hogy más-más szerepet töltsön be az adott szó, ebben az esetben a sütemény. Ugye a sütemény kihűlt, mit állítunk, kihűlt, mi hűlt ki a sütemény, ebben az esetben alany. A mákos tekercs húsvéti sütemény, mit állítunk, húsvéti, hogy sütemény, igen. Tehát mit állítunk, sütemény, ebben az esetben egy névszói állítmány, érzem a süteménynek az illatát, minek az illatát, a süteménynek az illatát, tehát birtokos jelző ebben az esetben. Sokféle süteményt készített mit, tehát ebben az esetben tárgy, és süteménnyel vártuk a vendégeket, mivel vártuk a süteménnyel, tehát ez egy határozós szószerkezet lesz ebben az esetben, és az a lényeg, ugye, megint csak az a lényeg, amit az elmúlt órán is elmondottam, és ezután is sokszor fogok hangsúlyozni, hogy a kérdéseket kell tudni, tehát a mondatbeli szerepre kérdéssel és a hozzátartozó alaptaggal kérdezünk rá. Hát ennyi legyen mára az egyszerű mondat elemzéséről, annak felépítéséről, részeiről. Reméljük, hogy sikerült az ismereteket rendszerezni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, várunk titeket a telesuli következő magyar óráján.